hazánkban a 6. 5 éves tervidőszakában évente mintegy 12-13 millió tonna betakarítható növénytermelési maradvány képződik, amelyből közel 1,5 millió tonna használható föl hőenergia előállítására. Szerényen számolva ez évente 300 000 tonna olaj egyenértékének felel meg. Az Agárdi mezőgazdasági kombinát a csaknem 7000 hektáros vetés területével az ország egyik legnagyobb kukoricatermelő gazdasága. A sok évi átlag alapján a betakarított termés 32-33%-os víztartalmú, így a szárító berendezésekkel 61.400 tonna betakarított kukoricából 11.000 tonna vizet kell elpárologtatni, amelyhez 1540 tonna fűtőolaj szükséges. Az agráriak felismerték, hogy az egyébként veszendőbe menő kukoricaszár alkalmas a kukorica szemtermésének leszárítására. 4 kg 40%-os víztartalmú kukoricaszárral 1 kg fűtőolajjal azonos mennyiségű hőenergiát lehet előállítani, erre a célra alkalmas kazánok segítségével. A gazdaság a MÉM és az OMFB anyagi támogatásával megvásárolt egy kolbak berendezést, amely bizonyítottan alkalmas 45% víztartalomig jó hatásfokkal és automatikus üzemeléssel minden éghető melléktermék elégetésére. Az energianyerése felhasználható anyagok közül elsősorban a kukorica és napraforgó szárat, a fanyesedéket és a szőlővenyigét, a náthulladékot, a hulladékpapírt vették számításba. Kiegészítő tüzelőként számításba jöhet még az erdőgazdaság, a faipar, a kender és a lemfeldolgozóipar, a papírgyár és a furfurol üzemek nagy tömegű maradványainak felhasználása is. Ezzel a módszerrel a tiszta megtakarítás tűzianyagköltségben évente több millió forint volt. A próbaüzem során megállapították, hogy a 2-3 cm-es trecska méret az ideális a kazán táplálására. Az Agárdi mezőgazdasági kombinát kolbak kazánja mind a B15 típusú szárító hőigényét, mind pedig a takarmánygyár teljes gőzigényét kielégíti. A dalmandi állami gazdaságban jelentős vetőmagszárító és feldolgozó kapacitással rendelkeznek. Az előállított vetőmag legnagyobb hányadát az évi 10 000 tonna körüli hibrid kukorica és az igényektől függően 5-6 000 tonna kalászos gabona vetőmagja képezi. A vetőmagvak biztonságos termelése a mi éghajlati viszonyaink között elképzelhetetlen mesterséges szárítás nélkül, így az önköltségének igen lényeges eleme az energiaköltség. A magas költségű olajtüzelésű szárítóberendezések helyett a gazdaság megvásárolta a GEKA AP nyugat-német cég kukoricacsutka tüzelőberendezését. Az előállított hibrid kukorica vetőmagot szárító üzem hőenergia szükségletét a hibrid kukorica termelés során keletkező száraz kukoricacsutka és egyéb növényi hulladékoknak a kazánban történő elégetésével fedezik.
E módszer alkalmazásával a megtakarított tüzelőolaj értéke 1983-ban mintegy 4-5 millió forint. Tehenészeti telepek fejőházaiban 1 liter 35 Celsius fokos tej plusz 4 Celsius fokra való lehűtése hozzávetőlegesen 16 kilozsúl energia felszabadulásával jár. Ezzel a hőmennyiséggel viszont 1 liter 12 Celsius fokos víz hőmérsékletét 50 Celsius fokra lehetne növelni. A fejőházi hűtőagregátorok kondenzátoraiból ez a hő hasznosítatlanul távozik a környező szabad légtérbe. Ugyanakkor a szükséges melegvíz előállítására jelentős mennyiségű tüzelőolajat, villamos energiát használtak föl. A megoldás kézenfekvő. A hőszivattyú elvének segítségével a beszendőbe menő hőenergiát melegvíz készítésére, esetleg fűtésre lehet használni. A hasznosítás legegyszerűbb módja a tárolórendszerű melegvíz készítés. Többek között az Agárdi mezőgazdasági kombinát tehenészeti telepén üzemel egy ilyen 1000 literes tejhő hasznosító melegvíztároló. Az energiaforrások között ma már üzemi kísérletek folynak a szélenergia mezőgazdasági célú hasznosítására a hazai természeti körülmények között. A Gyöngyösi Agromechanika Ipari Szövetkezet dán licenc alapján gyártott szélerőgépeket. A nagyobb teljesítményű gép óránként 2,7-3,6 köbméter vizet tud felszivattyúzni a furtkútból. A szélerőgépes vízszivattyú már 20 kilométeres óránkénti sebességnél működik. Számítások bizonyítják, hogy a legelőn lévő állatok ivóvízellátásának költsége mintegy 1/5 éve kerül ezzel a megoldással, mintha vezetéken juttatnák el az állatokhoz a szükséges vízmennyiséget. A geotermikus energia felhasználása eljutott az üzemi felhasználás szintjéig. Ez az egyetlen olyan energia, amelynek hőhordozója a víz, a hőenergia mellett ugyancsak felhasználható. További előnye, hogy megfelelően alkalmazva a felhasználása környezetvédelmi szempontból ideálisnak tekinthető. A termálvíz fűtésű berendezéseknél a melegvíz fűtési rendszerek elemei és szerkezetei felhasználhatók. A közvetlen termálvíz nem zárt rendszer, nem keringtetésről van szó, mint a központi fűtéseknél általában, hanem lefolyó, nyitott vízfelhasználást kell megvalósítani. Ekkor mindenképpen a teljes hőfoktartományban kell a hőesést kihasználni, vagyis az utolsó fázisban elfolyó víz a lehető legjobban közelítse meg a külső környezeti hőmérsékletet. Ezért a légtérfűtési berendezésből a megfelelő méretezési hőfokesés után a termálvíz a talajfűtési csőhálózatba kerül. A fűtőrendszer 55 és 35 Celsius fok közötti hőlépcsővel dolgozik. A légtérfűtése után a lehűlt víz a talajfűtésére szolgál, ahonnan 20-25 Celsius fokos hőmérséklettel folyik el. A berendezés alkalmas a különböző műtrágyák kijuttatására is.
A TSZ-ek hamar felismerték a geotermikus energia gazdasági hasznosításában rejlő lehetőségeket. A geotermikus energiára alapozott növényházak közül a jelentősebbek a szentesi és a szegedi mezőgazdasági termelő szövetkezetekben üzemelnek. Fúriaházak alacsony beruházási költségeikkel igen elterjedten szolgálják a növénytermesztést. Hőenergetikailag a fúriasátrakat a növényház fűtésén már átment és régebben lehűlt víz hasznosításával fűtik, ezért rendszerint a növényházakkal együtt valósítják meg. Igen érdekes megoldás a kettős falu fúriasátor hőszigetelésére a vízfüggönyös fűtés. Az alacsony hőmérsékletű 20-25 Celsius fokos elfolyó termálvizet a két réteg között elfolyatva hőszigetelő hatást érnek el. Az állattartó épületek alap- és kiegészítő fűtésére is használható a geotermikus energia. A konvekciós hőleadók, radiátorok, bordásfűtőtestek jellemzője, hogy a belső tér melegítésére alkalmasak. Padló vagy falpanel fűtésnél a termálvíz hőenergiája sugárzással jut a légtérbe. A termálvízzel fűtött termóventilátorok, melyek a szellőztetést is szolgálják, hő- és légoldali szabályozással vannak ellátva. A mesterséges szellőztetés a belső klíma kialakításánál, mint finom szabályozás üzemeltethető. Geotermikus energiára alapozott, költségtakarékos megoldású a Szentesi Árpád mezőgazdasági termelőszövetkezet baromfi tartó épületének fűtése. A szarvasmarha tartásban gondos fűtésre csak az elletőben és a borjónevelőben van szükség. Erre a célra például a mincenti Lenin mezőgazdasági termelőszövetkezetben a helyi termálkút 76 Celsius fokos vizét hasznosítják. Minden olyan esetben, amikor megfelelő mennyiségű és 40-60 Celsius fokos hőmérsékletű meleg víz elegendő az adott termék teljes vagy részszárításához, ott a geotermikus energia felhasználása alkalmas lehet szénhidrogének kiváltására. A gravitációs rendszerű automatizált szemes takarmánygabona szárító üzem mintapéldánya működik a Szentesi Termál mezőgazdasági termelőszövetkezetben földgáz ráfűtéssel. Évente több ezer tonna terméket szárítanak le a 76 Celsius fokos termálvízzel, úgyhogy a földgáz ráfűtési igény minimális. A növénymaradványok eltüzelésével, a szélenergia hasznosításával, a geotermikus energia ésszerű alkalmazásával jelentős energiaköltség megtakarítás érhető el mind a növénytermesztésben, mind pedig az állattenyésztésben. A filmünkben látott módszerek és eszközök nagymértékben segítik az energia- és költségtakarékos termelést.